Míg az előző időszakban a fő cél a felzárkóztatás volt, jelenleg a gazdaságfejlesztés áll a középpontban. Az Európai Bizottság elkészített negyedéves jelentése szerint Magyarország időarányosan jobban áll, mint az előző ciklusban. A 2014-2020 közötti időszakban 7080 milliárd forint Európai Uniós támogatásra számíthat Magyarország. Ez az Európai Unió 28 tagállamára jutó fejlesztési forrás 6%-a. Ebből a tortaszeletből 6%-ban részesül Magyarország, és ez az előkelő 6. helyet jelenti. Tudnék olyanról is beszámolni, hogy az adatokban olyasmire is kitér a bizottság, hogy egy főre jutó összeg az Európai Unióban, Magyarország itt is szintén az előkelő 6. helyet foglalja el, több mint 2000 euró jut egy magyar állampolgára Európai Uniós fejlesztési forrás tekintetében, ez a 10 operatív programra értendő. És hát van itt ilyen is a jelentésben, hogy ugyebár az előzetes kifizetések csak akkor kezdődhetnek meg, ha az operatív programban az irányítóhatóságokat, az intézményeket, az adott ország az intézményt létrehozza, és természetesen ezt akkreditálja az Európai Bizottság. Ez azt jelenti, hogy itt egy operatív programon egy operatív program kivételével, a másik 9-ben ez az intézmény rendszer rendelkezésre áll. Ez azt jelenti, hogy a források 99,8%-ában előzetes lehívás az Európai Bizottság részéről megtehető Magyarország részéről. A miniszteri biztos elmondta, hogy a megyéknek megítélt források tekintetében Szabolcs-Szatmár Bereg megye előkelő helyen áll. Az egyfőre jutó támogatási összeg 240 000 és 300 000 forint között van.